A negyedik fejezetben tartunk, és ez a fejezet arról szól, hogy mik azok az anyagok, amikbe be lehet csomagolni a forró ételt szombat kapcsán. Eddig arról beszéltünk, hogy mibe lehet csomagolni pénteken. Mibe lehet csomagolni pénteken a forró ételt, és megkülönböztettük a különböző anyagokat egymástól. Azt mondtuk, hogy vannak olyan anyagok, amik jól vezetik a hőt, de azért annyira nem jól, hogy visszamelegítsék a lábost. Ezekben az anyagokban lehet csomagolni a forró ételt péntek délután. De az olyan anyagban, ami annyira jól vezeti a hőt, hogy vissza is melegíti a lábost, abba nem lehet csomagolni a forró lábost péntek délután sem. Eddig tehát a péntek délutánról volt szó. Mi a helyzet viszont a szombattal? Hogyha szombaton, már a szombat bejövetele után szeretném becsomagolni a forró lábost az adott anyagba, az lehetséges-e vagy sem. Erről szól a következő misnánk, és a misna egyszerűen leírja, azt mondja, Lojki szahumi be ojj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 j
forró lábost péntek délután, akkor onnantól, hogy beesteledett, és bejött a szombat, már nem szabad becsomagolni az ételt. Kiszahu venizgáló, mutalaká szajszaj. Ha viszont becsomagoltam péntek délután az ételt, még mielőtt a szombat bejött volna, akkor miután bejött a szombat, ha kivettem az ételt a csomagolásból, visszarakhatom a csomagolásba. Visszarakni lehet, de eleve szombaton becsomagolni nem lehet. A következő törvény, amiről a Misna beszél, már nem a forró ételről szól, hanem a hideg vízről, hideg ételről. A Misna itt alapvetően vízről beszél. És az a kérdés, hogy lehet-e a vizet becsomagolni azért, hogy hideg maradjon, nem azért, hogy meleg maradjon. Eddig arról beszéltünk, hogy nem szabad becsomagolni semmit, ami mondjuk visszamelegíteni a forró lábost, nehogy aztán valamilyen parás keverékbe csomagoljunk. De ez mind a melegítésről szól. Mi a helyzet a hidegen tartással? Azt mondja, a Talmud, mert Malé ez a kiszony, az ember megtöltheti a kulacsot vízzel, vagy nőszen le tahasz a kár, vagy tahasz a keszesz, és a matrac, vagy a párna alá teheti, hogy a nap forrósága, a nap melege ne melegítse fel a vizet. Oké, eddig tartott a misnánk. A Talmud azt mondja, amár Rabbi Judá, most Shmuel mutol a hát minesz a cainein. Azt mondta Rabbi Judá, Shmuel nevében a hideg dolgokat szabad szombaton becsomagolni. Úgyhogy van egy hideg ételem, és nem akarom, hogy a nap melegétől fölmelegedjen, azt be lehet csomagolni egy hőszigetelő anyagba. Tehát Amar Rav Yosef, Maike Mashmalan. Azt kérdeztenek kapcsán, Rav Yosef, mi ebben az újdonság? A Mista konkrétan mondja, Tanina, mert Mále Adam kiszem, mert Nézsen Tachzakáját, Tachzakáját, konkrétan tanuljuk, hogy a Mista az előbb, ahogy mondtuk, azt mondja, hogy a kulacsot meg lehet tölteni hideg vízzel, és berakni a matrac, vagy a párna alá. Akkor Misna konkrétan mondja, hogy ezt lehet csinálni. Miért kellett ezt Rabbi Judának, vagy pontosabban Shmuelnek még jobban kihangsúlyozni? Erre azt mondja, báje, amelé a báje, tuvak a másmona. Azt mondja, báje, Rabbi Yosef kérdésére, hogy Shmuel helyesen tette, hogy ezt mondta. Miért? Mert de imasz nissen hava mina hani mili davase in darkei lehátmin. Ahol davase darkei lehátmin loj. Ha csak a Misnát néznénk, akkor a Misna miről szólt? A Misna a hideg vízről szólt. A hideg vizet, meg eleve a vizet nem szokták becsomagolni. És ezért azt gondoltam, hogy jó, a hideg vizet be lehet tenni egy párna alá, hogy megtartjuk a hőmérsékletét, mert a vizet melegen sem szokták becsomagolni, inkább az ételt, a forró ételt a lábossal szokták csomagolni. És ezért azt gondolhattam volna, hogy a hideg víz az olyasmi, hogy be lehet csomagolni szombaton, hogy megtartsuk a
hideg hőmérsékletét. De a hideg étel, amit viszont melegen beszoktak csomagolni azért, hogy melegen tartsák, azt akkor hidegen sem lehet becsomagolni. Gondoltam volna. És ezért mondta Smuel, másmalan, hogy mégiscsak lehet a hideg ételt is be lehet csomagolni, hogy hidegen tartsuk. Ugye manapság ez mit jelent? Például a legkézenfekvőbb dolog, amit ez jelent, az az, hogy a frizsiderbe bele lehet tenni ételt szombaton. Hideg ételt hidegen tartani lehet szombaton. Nem úgy, mint a melege ételt nem lehet a melegen tartóba betenni szombaton. Ha péntek délután beraktam, akkor vissza lehet rakni szombaton, miután kivettem, utána vissza lehet rakni, de berakni nem lehet. Amár Rav Huna, amár Rebi, asszú lehát, mi lesz a cojne. Most akkor tehát arról beszélünk, hogy a hideg ételt az be lehet rakni valamilyen hőszigetelésbe, hogy hideg maradjon. Igen ám, csak Rav Huna egyszer azt tanította, hogy Rebi azt mondta, hogy tilos becsomagolni a hideg ételt, és ezzel hidegen tartani. De ha tánja Rebi hiter lehát, mi lesz a cojne. Azt kérdezi a Talmud, de hát ezzel pont az ellentétét tanuljuk. Az ellentétét tanultuk, hogy azt mondta Rebi, hogy lehet csomagolni a hideg ételt valami hőszigetelőbe, hogy megtartsuk a hideg hőmérsékletét. Most lehet, vagy nem lehet? Azt mondja a Talmud, hogy kássia hamik médel, és majd Rebi is majd Rebi is, valami azt mondja, és mély. Azt mondja a Talmud, kezdetben valóban Rebi azon a véleményen volt, hogy a hideg ételt nem lehet becsomagolni. Ugye ezzel a hideg hőmérsékletét megtartsuk. De később hallotta Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi tanítását, aki azt mondta, hogy az apja, Rabbi Yossi, az azt tanította, hogy a hideg ételt lehet csomagolni, és amikor ezt meghallotta Rabbi, azt a jó, akkor vissza az agarakkal, rendben, ha az apád ezt mondta, akkor ezt természetesen én is elfogadom. És onnantól fogva Rabbi azon az állásponton volt, hogy lehet a hideg ételt csomagolni. Ki hadi asszif Rebi, a már asszul lehát minden. Hogy is történt ez az eset? Hogy egyszer Rebi ült, és azt tanította, tilos a hideg ételt csomagolni. Amár le fanam Rebi Shmuel Rebi Yossi, és ott volt előtte Rebi Shmuel Rebi Yossi fia, és azt mondta, ába, az apám, hitir lehát minden. Az apám megengedte a hideg étel csomagolását. Amár kvár hajra az aken, erre azt mondta neki, Rebi, ó, ha az öreg már itt tanította, akkor ez legyen így. Ugye az öreg, az itt egy tiszteletadásnak volt a jele. És akkor innentől fogva Rebi is azon a véleményen volt, hogy lehet a hideg ételt csomagolni. Most itt egy szemantikai észrevétel, amit a Talmud tenni fog ezzel a történettel kapcsolatban, hogy Rebi micsoda tisztelettudó volt Rabbi Yossival szemben, aki már akkor nem élt. Amarav papa, bajra, kámacha, vivin, zezze, nézd csak meg, azt mondta Rav papa, mennyire tisztelték a korai mesterek egymást. És illu Rabbi Yossi kájam, hogy Rabbi Yossi élt volna, hogy a kafov Yossi lifné Rebi, akkor ott ült volna Rebi előtt, lehajtott fővel, mert Rebi volt a Nasi, ő volt a zsidóság vezetője abban az időben. De ha Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi, nem vállom, akkor Rabbi Yossi, hogy a kafov Yossi lifné Rebi, mint ahogy látjuk is, hogy Rabbi Shmuel, aki Rabbi Yossi fia volt, és aki élt ebben az idő pillanatban, ő valóban fejet hajtva állt Rebi előtt, pedig Rabbi Shmuel az apjának, Rabbi Yossinak a helyét vette át, miután Rabbi Yossi meghalt. De kamár, hajra az aken. És ennek ellenére Rebi, akinek minden joga meg lett volna arra, hogy lekezelő legyen Rabbi Yossival, vagy Rabbi Shmuellel, akik a autoritás szempontjából alatta voltak, mégis azt mondta kvár hajra az aken, nézzétek csak meg, az öreg már meghozta a törvényt. Úgy hivatkozott Rabbi Yossira, mint az öregre, ami a tiszteletnek egy jele volt. Oké, tehát, hogy egymást nagyon tisztelték, és olyanok is, akik az autoritás szempontjából magasabb szinten álltak, mint a másik, megadták egymásnak a tiszteletet. Oké, akkor bármi is legyen a lényegeinek, ennek az egész történetnek, meg az eddig tanultaknak, hogy ugye a meleg ételt nem lehet csomagolni szombaton, hogy a melegségét
meleg hőmérsékletét megtartsa, a hideg ételt lehet csomagolni szombaton, hogy a hideg hőmérsékletét megtartsa. Amalé Rav Nachman lett daru avdeim, átmin litza innen, ba ájtilim májó, de áhim kféla ármó. Azt tanította Rav Nachman a darunak, aki a szolgálnak az volt a neve, hogy daru, azt mondta neki, csomagolj be nekem egy kis hideg ételt szombaton. Ba ájtilim májó, de áhim kféla ármó. És hozzál egy forró vizet, egy pohár forró vizet, amit az arameus melegített. Samar Rebi Ami ve Ikped. Amikor ezt meghallott a Rebi Ami, akkor mérges lett emiatt. Akkor tisztázzuk, mi volt az eset? Ugye az volt, hogy Rav Nachman azt mondta, hogy adjál, hogy csomagold be a hideg ételt, és a másik pedig, hogy azt mondta, hogy hozzál nekem a forró vízből, amit az arameus, egy nem zsidó, melegített szombaton. Akkor két dolog kiderült ebből az esetből. Az egyik az, hogy azon a véleményem volt Rav Nachman, hogy a hideg ételt azt lehet csomagolni szombaton, és egy másik ettől függetlenül törvény, hogy azon a véleményem volt, hogy a forró víz, amit egy nem zsidó vallású melegített, az nem esik a pogányok főtt étkének tilalma alá. Ugye van egy olyan tilalom, hogy a kóser konyhának része az is, hogy amit főzünk, azt mindenképp egy vallásos zsidó kell, hogy főzze. Ha nem is teljességében, de mindenképp részt kell, hogy vegyen valamilyen szinten a főzésben, az manapság minimum azt jelenti, hogy ő gyújtja meg a tüzet, részt vesz valamilyen szinten a főzésben. Most, ha egy olyan főtételről van szó, amit egy nem zsidó vallású főzött, akkor az a pogányok étkének tilalma. Most a forró víz, az kérdés az, hogy a felforralt víz, az főtételnek számít-e. Most ebből a történetben az derül ki, hogy nem, mert azt mondták, hogy hozzál nekem a forró vízből, amit a sarkon az arameus melegített. Tehát akkor ezek szerint mind a két dologban Rav Nachman megengedő volt, abban is, hogy a hideg ételt lehet csomagolni, és abban is, hogy a forró víz nem számít a pogányok étkének, de Rav Ami mind a kettővel kapcsolatban mérges, haragos lett, amikor ezt meglátta. Omar Rav Yosef, my time a ikpet, erre föltette Rav Yosef a kérdést, miért lett haragos tulajdonképpen Rav Ami? Kerebba vassza avid, Rav Nachman úgy járt el, ahogy a mesterei tanították. Hádak Ráve, Hádak és Smuel. Rav Yosefnek két mestere volt, Ráve és Smuel, és mind a kettő dologban az általuk tanítottak szerint járt el. Smuel, de amire vidalmas Smuel mutal átmenszetszainen, Smuel volt az, aki azt mondta, hogy a hideg ételt lehet csomagolni szombaton. Ráve, de amire Ráve Smuel, bár Ráve Yitzchak, amire Ráve Kolsó, Nechal, Kmeysú, Háj, Énboj, Misú, Misulajn, Achrim. És a másik pedig, amit Ráve mondott, hogy minden olyan étel, amit nyersen is meg lehet enni, hogyha megfőzzük, akkor is meg lehet enni, és hogyha nyersen esszük, akkor is meg lehet enni, akkor a főtt formájában nem számít pogányok étkének, hogyha egy pogány főzte meg. Például mondjuk a répa. A répa az nyersen is ehető, és főtten is ehető, akkor a főtt répa az nem számít pogányok étkének, még akkor sem, hogyha egy nem zsidó vallású főzte. Akkor mind a két dologban, ugye a víznél természetesen ugyanez, a víz az nem csak forrón iható, akkor mi volt a probléma? Miért volt mérges? Hú, szavár adom hasussájni. Rabbi Ami azért volt mérges, mert azon a véleménye volt, hogy bár igaz mind a két szabály, igaz, hogy lehet a hideg ételt becsomagolni szombaton, és igaz, hogy az, amit nyersen lehet is meg lehet tenni, az nem számít pogányok étkének, hogyha egy pogány főzi meg, de egy fontos ember, egy olyan ember, akire fölnéznek, aki példaként tekintenek, az ezekben a dolgokban is szigorúbban kellett volna, hogy eljárjon. Tanulában a náfalpisa amru én taim, minna filmben davar sejnöm őszív hevel, mise ha
In bale hajszif, majszif. Azt mondja a Talmud, mit tanultunk? Azt tanultuk, hogy szombaton nem szabad csomagolni meleg ételt. Szóval, van egy forró étel, akkor az semmilyen anyagban nem szabad becsomagolni szombaton abból a célból, hogy megtartsuk a meleg hőmérsékletét. Mi van akkor, hogyha én már pénteken viszont becsomagoltam ezt az ételt, és szombaton szeretném még jobban becsomagolni, hozzátenni a csomagoláshoz. Mondjuk be volt csomagolva egy pokrócba, és én még egy pokrócot köré raknák, hogy még jobban tartsa a melegét. Azt tanuljuk a brájtában, hogy ez megengedett, in bale hajszif majszif, ha hozzá akarok tenni a csomagoláshoz, az meg van engedve. Kétszát vajsze, hogyan kell ezt érteni? Rám simengam lélői men nöjte lesz az dinim, umaniáhszegluf karin. Például Rám simengam lélői azt mondja, hogy például el lehet venni a len pokrócot, ami nem annyira jól tartja a hőt, umaniáhszegluf karin, és oda tenni gyapjú pokrócot, ami viszont jobban tartja a meleget. Hogy nöjte lesz a gluf karin, umaniáhsz az dinim. Vagy el lehet venni a gyapjú pokrócot, és rátenni egy még jobban, nem tudom pontosan, hogy ez az dinim milyen anyagból van, de valami még jobban tartja a hőt. Szóval azt mondja, hozzátenni lehet. Eleve szombaton csomagolni nem lehet, de már be volt csomagolva a péntek délután, akkor lehet fokozni a hőtartó csomagolást. Vekén, a jarámi simul gamli elői, mert lo jaszru elői szemeichám, aval pinom meichám, nem meichám mutar. Sőt, tovább ment Rabbi Ismael, és azt mondta. Mikor mondjuk azt, hogy a forró ételt, a forró lábost nem lehet a sötétedés után becsomagolni? Akkor, hogyha magát azt a forró lábost akarjuk becsomagolni, amiben az étel föl lett melegítve, vagy meg lett főzve. De hogyha, és miért nem lehet? Ugye azért nem lehet, azt mondtuk, mert attól félünk, hogy amikor elkezdem becsomagolni, egyszer csak azt fogom látni, mert nem elég meleg az étel, és azt mondom, jó, hát akkor melegítsük egy kicsit még meg, és elfelejtem, hogy szombat van, és tűzre fogom rakni, és meg fogom melegíteni. De éppen ezért azt mondja Rabbi Simon Gamliel, hogy ha átteszem, van az az edény, amiben megfőztem az ételt, és én ezt átöntöm egy másik edénybe, akkor azt a másik edénybe lehet csomagolni. Miért? Ha egyszer az, amikor átöntöm abból az edényből, amiben megfőztem, abba az edényben, ami egy hideg edény, akkor eleve lehűtöm az ételt. Ha már egyszer lehűtöm az ételt, akkor nem lesz, nincs, akkor valószínűleg nem lesz az utána a célom, hogy újra melegítsem az ételt. És ezért az ilyen esetben, amikor átöntöttem, akkor azt még be lehet csomagolni. Oké. Tehát akkor a gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha pénteken elfelejtettük péntek délután a forró ételt becsomagolni, hogy melegen tartsuk a péntek esti vacsorához, akkor egy módszer van, amivel ezt meg lehet csinálni, hogy átöntjük az ételt egy másik edénybe, és azt csomagoljunk be. A következő rész az arról szól, hogy mi a helyzet, hogyha olyan anyagba csomagoltam, ami maga az anyag mukce, erről már volt szó tegnap előtt, úgyhogy nem fogunk most a magyarázatot nem fogjuk mélyebben elmondani, vissza lehet nézni a tegnap előtti adást. Tamám ve kiszöve davare nitolbe sábesz, hogy tamám ve davare sejnen nitolbe sábesz, ve kiszöve davare nitolbe sábesz. Hogyha becsomagoltam az oldalait egy olyan dologban, ami nem mukce, és a tetejét is betakartam egy olyan anyaggal, ami nem mukce. Vagy becsomagoltam egy olyan anyagba, ami nem mukce, és betakartam egy olyan dologgal, ami mukce. Fordítva. Becsomagoltam egy olyan anyagba, ami mukce, és betakartam egy olyan anyagba, ami mukce. Hát ez a nöjtön a maxin, akkor kivehetem az edényt, és vissza is rakhatom az edényt. Ugye miért? De mindkét esetben az, ami a tetején van, az nem mukce, és ezért hiába veszem ki az edényt, de ezzel nem fogok óhatatlanul mukcét mozgatni, mert ami a tetején van, az az anyag, az nem mukce. Tomám ve kiszöve davase innenitől be sábesz, ha viszont
becsomagoltam egy olyan anyagba, ami mukce, és a tetejére is mukcét raktam. Oly is a tamame davar nintlava sávesz. Vagy becsomagoltam egy olyan anyagba, ami nem mukce, vagy kiszve davar se, innintlava sávesz, és olyan anyaggal fettem le, ami mukce. Akkor im haja meg gulamik cassa, hogy nöjtön a mákszél, ha nincs teljesen befedve, akkor még mindig kiveltem az edényt, mert az nem számít annyira a mozgatásának, hiába mukce van a tetején, nem számít annyira a mozgatásának. Im láv, de hogyha teljesen be van fedve, akkor nem behetem ki, és nem rakhatom vissza, mert akkor ezzel óhatatlanul a mukcét is mozgatnám. Rabbi Huda, ojmerni, ojresa, pistan, dákarjók, az evel, most közeledünk a fejezet végéhez, akkor még egy-két ilyen utójegyzet, utómegjegyzés a tanultakhoz. Rabbi Huda azt mondta, hogy ugye arról volt szó, hogy vannak különböző anyagok, van olyan anyag, ami a hőt annyira vezető, csak hőtartó, és van olyan anyag, ami annyira hővezető, hogy visszamelegíti azt, amit belecsomagolunk. Azt mondta Rabbi Huda, hogy például a kis szemcsésű, vagy a vékony len, az olyan, ha réhik zevel, az olyan, mint a trágya. És a trágya ugyanannyira, trágyáról azt mondtuk, hogy az annyira vezeti a hőt, hogy még akár vissza is melegíti az ételt, ugyanez igaz a pistandáko, a vékony lende. Manichim meicham al gabi meicham ugdeira al gabi gdeira ugdeira al gabi meicham meicham al gabi gdeira. És a Talmud arról beszél, hogy ugye eddig azt mondtuk, hogy nem szabad szombaton melegíteni, és nem szabad szombaton a meleg ételt becsomagolni. Lehet egy lábost egy másik lábosra tenni szombaton. Van egy forró lábosom, és arra rárakok egy lábost. Azt mondja, ezt lehet. Ugyanígy egy vízmelegítőt lehet a lábosra, vagy egy lábost a vízmelegítőre, sőt, az edénynek a szélét, ahol az edénynek a fedele van, az be lehet tömíteni tésztával. Rárakok betapasztani tésztával. Villoy bisfilse hamu, erre bisfilse jó bisfumarim, de mindezt nem azért, hogy az étel az fölmelegedjen, ami a második lábosban van, az fölmelegedjen, hanem bisfilse jó bisfumarim, hanem csak azért, hogy melegen legyenek tartva. Sem se intén lesz a haminkák, intén lesz a cainén, rábi hitér lesz a cain, látni lesz a cainén, és idézzük azt a brájtát, ami ugye visszatér ahhoz a kérdéshez, hogy szabad-e a hideg ételt csomagolni. Az első vélemény az, hogy nem szabad, Rabbi megengedi, és szerinte szabad a hideg ételt csomagolni szombaton. Ve én me rászkin, lőjesz a selleg, ve lőjesz a borodbe, sábrad, vissésre, zavun, némav. Egy utolsó megjegyzésként, nem teljesen ide tartozó törvény, de azt mondja, hogy a jeget és a hót, havat, azt nem szabad kifacsarni, hogy kijöjjön belőle a nedvesség, a víz. Ugye erről tanultunk már tegnap, az egyik tilalom az a csafarás, amit kicsafarok és facsarok, nem csafarok, kifacsarok, és kijön belőle a nedvesség. Ez ugyanígy igaz a hóra, vagy a jégre. De ezt ugye tilos megfogni a havat, és így megpróbálni a pohárba bele nyomkodni, vagy ugyanígy a jeget, de szabad a jeget a vízbe rakni, vagy az ételbe rakni, és nem kell attól tartani, hogy nem ilyen problémát, hogyha az felolvad. Okay, ezzel befejeztük a negyedik fejezetét a Sábát traktátusnak, és rögtön el is kezdjük a ötödik fejezetet. Miről szól az ötödik fejezet? Az ötödik fejezet arról szól, hogy az a címe is az ötödik fejezetnek, Bame, Bahéma, Jojca. Mivel megy ki, mivel lehet kiengedni a közterületre a házi állatot? De milyen kérdés ez? Amikor a Tóra azt mondja, hogy pihenni kell szombaton, akkor úgy fogalmaz több helyen is, elsősorban ugye most a 10 parancsolatról beszélünk, hogy a hetedik napon legyen szombat az örökkévalónak, ne végezzél munkát sem te, sem fiad, sem lányod,
sem barmod, sem szamarad, vagy bármilyen állatod. Ebből látjuk, hogy az állatoknak, a házi állatomnak is pihennie kell szombaton. Azt a munkát, amit egy ember nem végezhet el szombaton, azt nem szabad, hogy a házi állatom elvégezze szombaton. Azt nem szabad a házi állatommal sem elvégeztetni szombaton. Most ugye az egyik legtipikusabb munkavégzés, amiben beleesik egy házi állat, az a legegyszerűbben beleesik a házi állat, az, hogyha a magánterületről a közterületre visz valamit. Ugye mit tud a legegyszerűbben vinni a házi állat a magánterületre a közterületre? Azokat a dolgokat, amiket ráagasztunk, a vezetőszárat, a kötőféket, a különböző dolgok, a pórázt, olyasmit, amit mi rárakunk a házi állatra, azt a házi állat kiviszi a közterületre, akkor ezzel olyan, mintha mi vittük volna ki a közterületre, ez szombatszegésnek számít. Most akkor az a kérdés, hogy tényleg mi az, amivel az állat kimehet a közterületre? Mi az, ami még nem számít szombatszegésnek? Most ezzel kapcsolatban mi lesz az alapelv, hogy minden olyan kiegészítő, ami azért van az állaton, hogy meg tudjuk biztosítani, hogy nem szalad el, hogy mellettünk tudjuk tartani, ami az állatnak az őrzésére van predesztinálva, az nem számít vitelnek, mert arra szüksége az, ugyan, mint az embernek a ruhája. Az ember kimehet ingben a közterületre, ugyanígy, akkor egy olyan nyakörvel, vagy egy olyan kötőfékkel, és így tovább, ami az állaton azért van, mert ezzel tudom az állatot őrizni, megtartani, hogy ne szaladjon el, ez akkor nem számít vitelnek, és ezért ezt lehet hagyni, hogy szombaton ezzel kimenjen a közterületre. Most különböző állatok és különböző ilyen vezetőszárak lesznek felsorolva a misnában. Remélem, hogy nem fogok belebonyolódni, mert őszintén szólva az állattartásról többet tudok a Talmudból, mint a valóságból. Úgyhogy különböző típusú állatok és különböző típusú vezetőszárakkal kapcsolatban még egy kicsit bizonytalanul mozgok, de remélem majd a kedves hallgatóság is segít nekem, úgyhogy lássunk is rögtön neki. Azt mondja a misnakban, mebe hémagyajca, mi az az, amivel lehet hagyni, hogy az állat a közterületre kimenjen szombaton? Ube me, én a jajca, és mi az, amivel nem lehet hagyni, hogy kimenjen a közterületre szombaton? Jajca gomlodbe afszor, a teve kimehet a vezetőszárra, de naka behatom, a nőstény teve kimehet a orrgyűrűvel, de luftkim bepurmbája, a luftök az prumbájával, ez még itt nincs tisztázva, hogy mi, de lelövöm egy kis spoiler, hogy ez a kérem szépen a líbiai szamár. A líbiai szamár az, ami nagyon elszánt állat, és a líbiai szamár az kimehet a vaskötőfékkel. Gondolom, ez a legdurvább visszatartó erő. De szuszbesír a ló pedig a pórázzal. Hol bál és sér, jajcimbesír, és minden pórázos állat kimehet a pórázzal, mert sachim besír, és lehet húzni is pórázzal, például a kutyát. Akkor lehet a pórázzal sétáltatni. Mázin elejem, mert tajvlim bim kajmam. Egy másik törvény, ha már az állatoknak ezekről a nyakörvéről, pórázzáról, kötőfékéről, orrgyűrűjéről, esetáról van szó, hogyha egy állat tisztátalanná válik, és meg kell fürdetnünk, vagy rá kell hintenünk a tisztító vizet, akkor nem kell levenni ezeket a kiegészítőket, hanem ezekkel együtt lehet megtisztítani őket. Ez egy egységet alkot az állattal, és ugyanúgy, ahogy egy egységet alkot, ezért szombaton kimehet, ugyanígy a tisztátalanság és a megtisztulás szabályai szempontjából is
egynek számítanak. Most először a Talmud azt fogja próbálni tisztázni, hogy a különböző állatok és a különböző ilyen pórás típusok, azok mik is. Azt mondja a Talmud, máj nako behatom. Mi az a nako orgyűrűvel? Amarába bárkána, nakassa hivrejse bizmama de párzala. Azt tanította Rába Barháma, hogy mit jelent ez. Ez a fehér nőstény teve, ami csak az orrába tett vas gyűrű tud visszatartani. Ez így, úgy látszik, a fehér nőstény teve az egy nagyon durva és nagyon agresszív állat, és ezért egy erősebb szájkosár kellett neki ahhoz, hogy egy erősebb visszatartó erő kellett neki ahhoz, hogy féken lehessen tartani. Luftkimbe purmbája, ez mit jelent? Azt mondja, a Talmud amaráv hunna hamra lube be pagede parzala. Azt mondja, ez a libanoni szamár, nem libanoni, bocsánat, libiai szamár, aminek pedig egy ilyen vaskötőféke van, ami a szájába tesznek, és ezzel tudják visszatartani. Gondolom, hogy ez is egy ilyen nagyon agresszív, durva állat, ez a libiai szamár. Ennek kapcsán mond egy kis anekdotát a Talmud, azt mondja, Lévi Sadár Zuzei le Vejha Zaj le Mizben le Hamra Luba. Lévi, pénzt küldött Vejha Zajma. Vejha Zajé a kommentárok szerint az Babilóniában, mai Irak Irán területén, egy nagyon messzi település, vagy nagyon messzi terület volt, messze attól a lakott területtől, ahol a zsidók laktak annak idején, és körülbelül 6 napi járásra volt onnan, de ott voltak ezek a nagyon jó minőségű líbiai szamarak. És Lévi szeretett volna onnan hozatni egy líbiai szamarat, és küldött oda pénzt. Czaru, sadrulej, szaarej, és erre egy pár hét múlva visszaköltek a pénzét, és a pénz batyúba be volt kötve egy pár darab árpa. Hogy jött ide az árpa? Miért éppen az árpa? Le mei már de nigre de hamra szárej. Azt akarták nekünk mondani, hogy etesse csak az otthoni szamarakat jó sok árpával, és azok olyan erősek lesznek, mint egy líbiai szamár. És ők nem akartak líbiai szamarat küldeni neki, mert túl bonyolult volt olyan messziről küldeni a szamarat, szóval inkább etessed árpával a szamarat. Oké, amarebi udamas mondom, a hrifen nifné rebi, se zolbe zol. Most a kérdés a következő lesz, és ezzel fogunk foglalkozni a mai tanulás hátralevő részében, hogy rendben van, hogy azt mondjuk, hogy a különböző állatok különböző a durva, az agresszivitásuknak és aktivitásuknak megfelelően különböző erősségű kötőszárakkal mehetnek ki a közterületre. De mi van akkor, hogyha egy állatnál nem az ő agresszivitásának megfelelő erősségű kötőszárat teszek rá? Hogyha az ő szükségénél kisebbet teszek rá, hogyha az ő szükségénél erősebbet teszek rá? Most a Talmud azt fogja mondani, hogy olyasmiről van szó, ami az ő szükségét nem elégíti ki. Tehát mondjuk egy fehér nőstény tevére csak egyszerű kis pórász teszek, akkor annak semmi értelme nincs őrzés szempontjából, visszatartás szempontjából, semmilyen praktikus haszna nincsen, és ezért nem mehet ki egy ilyen nyakörvel a közterületre, mert akkor az egyszerűen vitelnek számítana, kivívésnek számítana. Akkor ez off the table. Ez biztos nem egy kérdés. Mi a helyzet viszont akkor, hogyha egy állatnak, aminek elég lenne egy gyengébb erősségű póráz, vagy egy gyengébb erősségű kötőszárféle, arra egy erősebb kötőszár teszek, akkor mondom-e azt, hogy mivel neki egy gyengébb is elég lenne, ezért ez az erősebb, ez fölösleges, és ezért az erősebb, ez hoca a közterületre való kivívésnek a tilalmát megszegi. Ez lesz a következő kérdés. Amar Rebi Huda, Amar Shmuel, machlifin lifné Rebi, se zöjbe zöj, máu. Megkérdezték egyszer Rebit,
ha fölcseréljük ezeket a kötőszárakat, és a gyengébre erősebbet, az erősebbre gyengébbet rakunk, akkor azzal mi a helyzet? Azt mondja a Talmud, tisztázzuk először a kérdést. Nákobe afszorlajti vajlach. Például egy fehér nőstény teve, amelyik nagyon durva állat, biztos, hogy nem arról volt szó, hogy azt ki, a, mi a helyzet, hogyha arra csak egy egyszerű vesztegzárat. Nem, mit? Nem vesztegzárat. Kicsit fáradt vagyok. Karantén az agyamra ment. Nem egy egyszerű vezetőszárat teszek. Az nem kérdés, hogy az nem lehetséges. Miért? Kijön de Lőj Mintrebej, mivel az nem tudja megőrizni, mert olyan durva a fehér nősténytele, hogy azt semmilyen módon nem tudja visszatartani egy egyszerű vezetőszár, egy egyszerű póráz, akkor az biztos, hogy már szajhú, az már vivésnek, tehernek számít, és az olyan, mintha kivitte volna a közterületre. Kiti bajlak kamolba hátom, máj. Hanem miről beszélünk, mi a kérdés? Például egy egyszerű teve, aminek elég lenne egy vezetőszár, és arra egy orrgyűrűt teszek, akkor azzal mi van? Tehát a szükségesnél durvább eszközt teszek rá, az a kérdés. Ha a szükségesnél kevésbé, a szükségesnél gyengébbet teszek, az nem kérdés, ez probléma. Az vivésnek számít. Ha a szükségesnél erősebbet viszek, az, akkor mi van? Ki van de szági léve abszolju? Mondom-e azt, hogy mivel ő neki elég lenne egy egyszerű vezetőszár, akkor a orrgyűrű az már sok, és azért már szajhú, és azért az vivésnek számít, hogy Dilmani Trusséje Szerszó Lajav Rinom a szajhú. Vagy talán azt mondom, hogy attól még, hogy fokoztam az őrzést, azzal, hogy egy durvább eszközt tettem rá, mondjuk a orrgyűrűt, akkor attól még ez nem számít vivésnek, mert ezzel csak fokoztam az őrzést. De ugyanolyan egy hasznos eszköz, mint hogyha egy gyengébb őrző szerszám lenne lenne rajta. Ez tehát a kérdés. Amele fanna, avrem isma, avrem éjszik, káhamarába, árba behim, az jöjtsz, az beávszor. Azt mondta Smuel, a következő történetből ki tudjuk következtetni a választ erre a kérdésre. Mi volt a történet? Azt tanította Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi Rabbi előtt, hogy a következőt tanította az apám. Árba behémasz, hogy egyszer beávszor. Négyféle állat van, amit vezetőszárral ki lehet engedni a közterületre. A szusz, a ló, veha pered, és a szamár, pontosabban nem a szamár, hanem a szamárnak és a lónak a keveréke. Most írtam, nem jut eszembe a, kicsit fáradt vagyok, nem jut eszembe ennek a neve, de majd biztos a kedves hozzászólásokban segítetek. Veha gamol, és a teve, veha hamol, és a szamár. Ez a négy állat, ami kimehet vezetőszárra. És miért hangsúlyozta, hogy ez a négy állat, ami kimehet vezetőszárra? Összvér, igen, köszönöm szépen, Tamás. Akkor a négy állat, az a ló, az összvér, a teve és a szamár. Ezek mehetnek ki a közterületre vezetőszárra. Miért hangsúlyozta, hogy ez a négy mehet ki vezetőszárra? Limúté máj. Láv limúté gamolbe hatom. Valószínűleg azért hangsúlyozta ezt, mert azt akartam mondani, hogy ez a négy állat csak vezetőszárral mehet ki. De erősebben, mint vezetőszár, nem? Például egy teve nem mehet ki orrgyűrűvel. És akkor megvan a válasz. Sikerült ebből a történetből kikövetkeztetnünk a választ. Azt mondja, Talmud nem? Loj? Limu utén nákobávszor? Lehet, hogy pont fordítva? Nem! Az a következtetés ebből, hogy, csak ez a, hogy ez a négy állat csak a vezetőszárral mehet ki, de nem mehet ki erősebben, hanem lehet, hogy az a következtetés, hogy csak ez a négy állat mehet ki vezetőszárral. De egy olyan állat, ami ennél, ezeknél durvább, és aminek nem lenne elég a vezetőszár, hanem valami mondjuk orrgyűrű kéne, az nem. Például a fehér nőstényteve. Aha. Akkor ez nem sikerült ezzel megoldanunk ezt a kérdést. Mert azt hiszem, tánna a lufdikim meg gammal jöjjtszim be ávszor.
Talmud hoz egy brájtát, és azt mondja, hogy bár ami azzal foglalkozik, hogy bár a misnánkban azt mondtuk, hogy a líbiai szamár az a vas kötőfékkel mehet csak ki, egy másik brájtában azt tanultuk, hogy ő is kimehet vezetőszárral. És most a kommentárok itt azt mondják, hogy ez egyszerűen csak azt akarja ezzel mondani, hogy egyesek szerint nem olyan durva állat ez a líbiai szamár, és elég neki egy vezetőszár. Oké, de mindenképp akkor még mindig a problémát nem oldottuk meg. Azt a kérdést, hogy egy állat kimehet-e a szükségesnél erősebb pórázzal vagy kötőfékkel szombaton a közterületre. Azt mondja, a Talmud katonai, mondjuk azt, hogy ez egy régi vita. Már a tanák között is vita volt, az előző nemzedék, az a korai nemzedékekben. Hol látjuk ezt? Mert van két vélemény a brájtában. Brájta azt mondja, én hája jajtszöbe szugar, egy állatot nem lehet egy nyakörvel hagyni kimenni, és a Talmuda, és a Hanánya azt mondja, jajtszöbe szugar, vagy halda van a mistámer. Hanánya viszont azt mondja, hogy lehet hagyni az állatot, hogy nyakörvel menjen ki, és bármivel, ami az őrzését biztosítja. És én nem volt itt tisztázva, hogy milyen állatról van szó. Milyen állat az, amiről aminek a nyakörv, ez nem is egy nyakörv, hanem egy ilyen nyakbilincs. Ugye itt az állat az vadállatot jelent. És azt mondja a Brájta, hogy egy vadállatot nem lehet hagyni nyakörvel kimenni. Hát Nányi azt mondja, hogy lehet nyakörvel hagyni kimenni, és bármilyen olyan eszközzel, ami biztosítja a féken tartását. Miről szól a kettőjük között a vita? Be májke mi eszkinnan, íléme be hájék dajla, mi szági lesz szugar? Hogyha egy nagy állatról van szó, mondjuk egy medvéről, akkor föl sem merül, hogy egy nyak bilincs, az kellő visszatartó legyen, kellő féken tartó legyen egy nagy állat esetén. Elöbe hájak tána? Akkor mi lehetséges? Hogy egy kis állatról van szó, egy kisebb állatról van szó. Mi ez a kisebb állat? Mondjuk egy vadmacska. Mi lőj szágin a szugar? Akkor meg miért mondaná azt a Brájta első véleménye, hogy nem mehet ki egy ilyen nyakörvel, egy ilyen nyakbilincsel? Miért nem mehetne ki? Nyakbilincs az kellően erős ahhoz, hogy visszatartsuk. A láv hatulika benáú. Miről van szó? Valóban egy vadmacskáról, és pont a vita a következőről szól. Tánahoz kameszavá kérdő száginlébe miszna be álma. Az első vélemény, a tánakáma azon a véleményen van, hogy mivel egy vadmacskának még egy nyak bilincs se kell, hanem elég lenne neki egy egyszerű kis póráz, akkor ha nyakbilincset teszek rá, az már szójhú. Az már egy fölösleges teher, és ezzel megszegem a szombatot. Hanánya szavár, kolnit russzolja, szélszolajam linnam a szajú. Hanánya viszont azon a véleményen van, hogy nem probléma az, hogy a macskának elég lenne egy póráz, akkor minek teszek rá egy nyakbilincset, mert attól még, hogy valami erősebb annál, mint amire szükség van, attól nem válik teherré az állat számára, és ezért még kimehet vele szombaton. Oké, a Talmud elfogadja, hogy ez akkor valóban egy korai vita, és ez a vita a kettőjük között. Hogy a szükségesnél erősebb védelmet nyújtó nyakör vagy kötőfék, az tehernek számít-e az állat számára, vagy sem. Amelem funda bár hája, amár hia, amár Smuel a lachak a Hanánya. Smuel azt tanította, hogy Hanánya véleményét követjük, és Hanánya azt mondja, hogy nem számít tehernek, és ezért lehet hagyni, hogy szombaton kimenjen. Lévi bár brédre funda bár hia, vagy rába bár huna, ha vöka az lebe urha. Egy kis történetet mesél a Talmud ennek kapcsán. Azt mondja, hogy egyszer Lévi, és Rába mentek az úton, és a szamár háton lovagoltak.
Hát még ha marad a lévi, le hamlad a rabarafuno, és ahogy illik, ugye, a nagyobb tiszteletű ember megy elől, és a kisebbik megy hátul. De kis gond történt, és Lévi beelőzte Rabát, aki a nagyobb ember volt. Holas dajted rabarafuno. Rabarafunának a teljesen megsértődött, rosszul esett neki nagyon, hogy mit előzi be. A már émalén Milsa erre azt mondta magában, Lévi látta, hogy megsértődött a mester, és valahogy ki akarta magát menteni ebből a szituációból. Szóval megkérdezek tőle valamit, amiből érteni fogja, hogy én nem direkt előztem meg, hanem ez csak egy az én akaratomtól függetlenül alakult így. Mi volt ez a kérdés? Amelé, hámülsa a szokkov rajunké gönyze, maul le cézber rumjöbe sábesz. Azt mondja neki, mondd mester, egy szamár, amelyik egy nagyon durva szamár, az átlagosnál durvább szamár, mint ez, az enyém. Ezt lehet hagyni, vaskötőfékkel kimenni a közterületre szombaton? Azt akarta, hogy ebből értse, hogy nem ő akarta megelőzni, mert nem adja meg neki a tiszteletem, csak a, nem tudta féken tartani a szamarát. Amelé, ahjam már a vuhmis mélyde Smuel, erre azt válaszolta neki rába, azt mondta, te apád, Smuel nevében halakake hanánya, hogy a halakha hanányát követi, és ezért fokozni azt a szerszámot, amivel meg tudjuk az állatot védeni, vagy az állatot vissza tudjuk tartani, féken tudjuk tartani, az soha nem jelent problémát, soha nem vezet szombatszegéshez, és ezért ez lehetséges. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek egy további nagyon szép estét kívánok, egy kellemes éjszakát, jó alvást, és holnap reggel 7:30-kor folytatjuk, találkozunk, és még mindig a különböző állatok, különböző féken tartó kötőfékeiről lesz szó. Addig is kitartást kívánok mindenkinek, vigyázzunk magunkra, és legyünk egészséges.